Gulyás Gergely vehette át azt az országban is egyedülálló e-kulcsot, mely az új kemecsei járási hivatalt nyitja. A miniszterelnökséget vezető miniszter az épület átadásán a közigazgatás 2011-ben indult átalakításáról szólva úgy fogalmazott, a reformok legfontosabb célja az volt, hogy közelebb vigyék az emberekhez az állami szolgáltatásokat. Ehhez szükség van arra, hogy az ügyintézéshez a lehető legkevesebbet kelljen utazni, ezért kell minden járásban járási hivatalnak lennie. Erre szolgál a digitális ügyfélkapu is. A honlapokon már alapvető információkat meg lehet találni, minden szükséges okmányról minden tudnivalót, és lehet most már az interneten keresztül előre időpontot foglalni is. Gulyás Gergely kiemelte, a járások, valamint a járási hivatalok kialakítása a vidéken élők esélyegyenlőségének a megteremtését is szolgálják. Nem csak a jövő, de a jelen sem képzelhető el a vidéki élet kereteinek megújítása nélkül. Azokat az előnyöket, amelyet a városiak, a nagyvárosiak élveznek, közelebb kell vinni a kisebb városokhoz, kisebb településeken élőkhöz. Különösen fontos, hogy a fogyatékosok, az időskorú, babakocsival közlekedő nagycsaládos, mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból átmenetileg akadályozott emberek könnyebben férhessenek hozzá a közszolgáltatásokhoz. Egy 142 éves küzdelmes politikai csatáktól sem mentes út zárult le most, hangsúlyozta Lipők Sándor, a település polgármestere, aki elmondta, a település 1876-ban, majd 2013-ban lett járási központ, azonban most először kapott hivatali épületet. De végül is győzött a közösségi akarat és az összefogás ereje. Ennek köszönhetően lett, és néz ki így, járásunk új hivatala. A beruházás jelentős részét, 260 plusz 20 millió forintot a miniszterelnökség finanszírozta. A kivitelezéshez önkormányzatunknak 90 millió forint hitelt és több mint 10 millió forint saját forrást kellett biztosítania. A mellettünk álló több mint 700 négyzetméter alapterületi igazgatási épületben egy hatékonyabb ügyintézés fog megvalósulni. A Városháza tükörképére kialakított épületkomplexumban számos szolgáltatást elérhetnek majd a kemecsei járás lakói, közel 2500 ügyet intézhetnek egy helyen. A mai napon nem csak az új járás hivatal épületét adjuk át, hanem ebben a járás hivatalban megnyitunk egy kormányablakot is, amely azt a célt fogja szolgálni, hogy még közelebb hozzuk önökhöz, kemecsélyekhez és itt a környéken élőkhöz azokat a szolgáltatásokat, amelyeket nyújtunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mai napnak talán ez az egyik legfontosabb üzenete. És az is nagyon fontos üzenet, hogy ezeket a közszolgáltatásokat, ezt mi olyan módon szervezzük meg, hogy egyúttal befogadóak is vagyunk. Hivatalvezető asszony beszélt róla, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Katasztrófavédelem munkatársai is helyet fognak kapni ebben az épületben. Román István azt is elmondta, a kormányhivatal a kemecseivel együtt eddig 23 kormányablakot és egy mobil kormányablakot hozott létre a megyében.